Most először érzékelem azt, hogy tényleg van ennek a dolognak egy ilyen kis történelmi szaga. Arról szól ez a választás, hogy nyugatosabb ország lesz-e, olyan típusú világ, mint amit látunk München környékén, Milánó környékén, vagy inkább egy ilyen rendies, keleties, szerintem despotikus. Minden tapasztalatunk arról szól, hogy utoljára 2006-ban volt ilyen intenzív, nyitott, helyként lelkesült érdeklődés, azt láttam, hogy csinálom. Erről számol be Bajnai is, erről számol be Mesterház is. Ez a felvevője a ma estének, jól van, halló! Magyar nemzet csoportot. De hogy legyen majd mit megírni az Echo TV-nek, hogy elmondani, hozzáteszem sokat szó, hogy nem lesz könnyű helyzetben az ország, bárki győzni fog. Ezt a látszatvilágot nem sikertelenül nyomja a kormány, de ami mögötte érdemben történik, az feszültsége, konfliktusok sokaságát mutatja, előbb-utóbb szembe kell nézni. Miért nincsen már mondjuk egy árnyék kormány, amivel lehetne azt a látszatot még jobban kelteni, hogy fel van készülve az ellenzék kormányzása? Abban a hangulatban, ami ma van az országban, kik azok a kvázi civilek, nem főállású politikusok, akik ezt elvárni. Önök szerint az a Magyarországon életbiztosítás, hogy ők egy ügyész, egy jól menő ügyvéd, egy megyei bírósági elnök elvállalja az árnyék kormányban az igazsági miniszteri posztot? Mit csinálna vele ez a hatalom? Hol vannak a fiatalok? Hogy merre lesznek? Hogy mikor látjuk őket, az ifjú titánokat? Ó, mert itt vagytok a gödörben! Hol én akart lenni? Nem fogok magyarázkodni, hogy miért nem látszunk olyan soknak, pedig egyébként vagyunk. Lehet, hogy ha előtte se látszik, az problémás, hogy az arcukat nem vállalják sokan, mert tartanak tőle, hogy utána nyúlnak. Viszont ha valaki úgy érzi, hogy szeretne ezen dolgozni, és segítene abban, hogy ezt a képet megfordítsuk, azt szívesen látom, és várom akár itt az esemény után is. Hoppá! Vagy megkereshet. De nettó propaganda, amit nyúlsz. Az életedő vadalunk egy pár belépés nyilaskozat. Még szoktunk járni. Buliba. Mindent. Mit csináljuk? Érdekel, Gyimácsó. Ez túlzás volt. Mi vagyunk, akik csináljuk. Ha akarjátok ti is csinálni, gyertek és csináljuk együtt. Miért van az, hogy az Alkotmánybíróságot feldúsították Fidesz közeli antijogászokkal? Hát ilyen kérdésen az elmúlt 5 évben egyszer sem kaptam lakossági fórumon. Hanem azt mondják nekünk, hogy hát mondják már nekünk meg, hogy mi a helyzet a bérekkel, a munkanélküliséggel, a bűnözéssel, és még folytathatnám. És tudod, tudunk ilyenkor venni egy ilyen intellektuális lendületet, hogy elmagyarázzuk, hogy azért rossz a helyzeted végső soron, azért turkálnak a zsebedben, azért vagy munkanélküli, és folytathatnám a sort, mert most már senki nincsen, aki téged megvédjen. Mert 2010 és 12 között idejöttek a szabadságodért, és elvitték. És miután elvitték a szabadságodat, és csendben voltál, igen, és miután elvitték a szabadságodat, hatalmas és hosszú kezekkel elkezdtek turkálni a zsebedben. Ha egy politikusnak igazi, bonyolult kihívása van, akkor ez az, hogy hogyan mondjuk el tápiószecsőn, hogy végső soron azért vagy munkanélküli, mert 2011-ben megcsinálták ezt az ocsmány alaptörvényt. És a borzasztó nehéz elmagyarázni. Ahogy elnézem a bologatást, ebben a szobában szinte ezt mindenki érti. Sok helyre el tudunk menni, ahol szintén mindenki érti. De nem lebecsülvén a választópolgárokat, egyszerűen csak megértve a problémáikat. Nincs fönn a gondolati horizonton ez a dolog, hogy ilyen bonyolultan fogalmazzak neked. Megélhetési gondok vannak. Az igazi probléma az az, és most jön az őszinteségnek a pillanata, semmiképpen nem kell bekapcsolni a hangrögzítést. Őszinte, félrevezet. Van ez egyes úrnak jelentem, hogy most leszek őszinte. Nem találtuk meg a kulcsát ennek a dolognak. Nem őszintén, nem találtuk. Nálunk a demokratizálódás nem párhuzamos a jólét képülése, hanem éppen fordítva. És ezért a többség számára a demokratikus szabadságkeretek azok nem védendőek, hanem nagyon sokak szemével inkább okai az ő elszegélyedésüknek. Az ország Kádár népének kultúráját őrzi továbbra is.